Sztálin egy véreskező diktátor volt, ezt nyilván tudjuk jól, már a közoktatásbeli ismereteink is erről azért megfelelő képet igyekeznek festeni, de azért érdemes egy picit jobban belemenni, tehát az a fajta ateista diskurzus, ami Sztálin beemel, mert tökéletesen tudta jól ő is, ahogy egyébként Hitler is, hogy a vallás az azért veszélyes, mert a vallás az egy összekovácsoló erővel bíró faktor. Ami ad hitet az embernek, ami ad egyfajta mencsvárat, és oda vissza lehet bújni. Úgy értvén, hogy például amikor rájössz Sztálin arra is, hogy amikor az embereket kínozzák, és a legvéresebb módszereket alkalmazzák, de az nem törik meg, nem mondja el, hogy mit tudom én, amit várnak tőle válasz, meg nem olyan véleményt vagy kínzások hatására nem olyan válaszokat fogalmazzák, amit várnak tőle a kínvallatók, mert hát ő hit valamiben, és ez egy felemelő érzés. Akkor rájössz Sztálin, hogy ezzel baj van. Nehogy azt gondoljuk csak, hogy a muszlimokkal, a zsidókkal, vagy a kisebbségekkel, az ortodoxiával és borzasztó kemény kesztyűs kézzel bánt a pátriarkátus, mint olyan megszüntette. Észak-Oroszországon voltak olyan 1300 körül épült nagy fa templomok teljes berendezése. Ezeket felgyújtotta a Sztálin. Minek azok undorítóak, mondja. Voltak kőtemplomok. A kőtemplomokat raktár, magtárnak használta, vagy, és itt figyelj, ateista múzeumokkal és képtárakkal alakította. Hát például a Kazányi Székesegyház is ateista múzeum lett. És így tovább. Tehát ugye ez a vallás üldözése azért egyébként a legvidéki területekre is kiterjedt, hiszen ugye ez úgy megjelent, XY faluba megjelentek Sztálinnak a pribékjei, a templomból kihozták a mit tudom én, harangot letették, az embereket oda csülítették, és akkor mondták nekik, persze egy kis pisztolyt a tarkóhoz, vagy a csípőhöz helyezve, hogy köpje a levegőbe, és mondd azt, hogy nincsen Isten. És hasonló dolgok voltak. De eljön ugye 1937, második világháború kitörése előtt vagyunk, van egy nagy felmérés. Egy nagy felmérés, eznek van szociális, társadalmi, gazdasági, de bújtatottan van egy vallásos aspektusa is. Sztálin ki akarta teríteni, hogy ezek az emberek már így egy több mint másfél vagy egy másfél évtizedes, mondjuk úgy, hogy rendszerben szocializálva, is még vallásosak-e vagy nem. És itt nagyon trükkösek voltak Sztálinék, nem alkalmaztak represziót a kérdező biztosok, hanem bújtatottan pszichológusok alkalmazásokkal betettek olyan kérdés, hogy és a nagyanyát hogy veti a keresztet? Hát ugye válaszoló már ott lebukott, ha azt mondta, hogy valahogy veti a keresztet. Feltettek olyan kérdés, hogy a kisgyermek meg van-e keresztelve? Milyen könyvek vannak? És véletlenül Bibliát, vagy valami vallásos irodalmat elszólt az ember, azt már írták is fel. És kijött az eredmény, hogy ez a kemény sztálini diktatúra után, vagy közben is, másfél évtized után is még, a lakosságnak kb. 50%-a vallásos, és ez rengeteg azért, illetve a második világháborúban, amikor Roosevelt-tel tárgyal Sztálin, tudta, hogy Roosevelt nagyon vallásos, ezért neki mutatnia kell valamit, hogy jobb legyen a tárgyalási pozíciója. Visszaállította a patriarchátust. A gulágokról hozta popákat, hogy legyenek, mert ott valami szerencsétleneket, hogy néz ki a rendszer, hogy nincsenek ott képviselői, mármint a keresztény rendszer, és ugyanakkor, amikor felmerült neki, tehát fel lett téve a kérdés, hogy ugyan Sztálin elvtárs vagy kolléga, teljesen mindegy, a pápával egyezzünk már ki, akkor Sztálin mocskos módon kivetkőzött magába, és csak annyit mondott cinikusan, ugyan hány hadosztálya van a pápának? Ez egy ismert Sztálin mondás. Hát elég sok, mert ugye a lelkek hadosztálya felett diszponál ugye a pápa, ezt azért nem kell lebecsülni. Mindegy. És Sztálin gyakorlatilag a második világháború időszakában a krími tatárokat, hát azt mondta, hogy ezek mocskos árulók, ezek a nárcikkal kollaborálnak. Itt figyelje meg, később ugyanez a fajta indok más dimenzióban, más körítése, de Putyinnál is elő fog jönni. Mondom a történetet. 44 környékén vagyunk, és ott május 18-20-án van a gyakorlatilag a krími tatároknak a legnagyobb nemzeti tragédiája. A krími tatárok saját genocidium, a saját népírtásként élik meg, hogy több mint 200 000 vagy 200 000 körüli krími tatárt egyszerűen ugye deportáltak Közép-Ázsiába Sztálinék, mondjuk Üzbegisztán területére és máshova.
És itt annyit még azért külön el kell mondani, hogy ez kollektív büntetésként fogalmazta meg Sztálin. Miért kollektív? Tehát, hogy mindenkire vonatkozóan, gyermekekre, idősekre, féllábbal a sírban lévőekre, stb., hogy ezek mocskos árulók, ezek a nárcikkal kollaborálnak. Hát azért ebben olyan sok valóság nem igazán volt felfedezhető, de itt sajnos tudjuk jól, hogy a magyar társadalomnak is ilyen kollektív vádakat, jogtalan kollektív vádakat el kell szenvednie. Emlékezzünk arra, hogy amikor Tito az úgynevezett még hidegebb napok időszaka alatt a délvidéken, a Bácska bánságában egész magyar vagy egész német falvakat írtott ki, vagy felvidéken, Edward vagy Eduard Beneš, attól függ, hogy neved. Nevezed, ugye a cseh elnök, nem csehszlovák, mert ugye a szlovákokat egyszerűen hegyi parasztoknak tekintette, szépen meg is akarta őket pofozni, csak Sztálin nem engedte, tehát ők is szlávok, hogy gondolod Beneš? Mindegy. De Beneš mit csinált? Azt mondja, hogy a Beneš dekrétumok, amit mit ad Isten, mai napig nincsen visszamondva, és Beneš azt mondta, hogy hát ezek a piszok disznó magyarok, ezeket meg kell büntetni. Ki kell tenni, hát ez így egy tökéletesnek nem mondható, az M betűt. Ezt hirtelen most azt mondod, hogy ez itt mit jelent? Emlékezzünk csak a II. Világháborúban a nácik mit tetettek ki a zsidókra? Ugye sárga csillagot, vagy a Dávid csillagot. És akkor itt most hát tovább lesz szűni a gondolatot, hogy Benesek is mi volt a célzata azzal, hogy az embertő ki legyen rakva a magyarokra, de itt Sztálin leállította. Nem azért, mert Sztálin szerette magyarokat, ugyan. Dehogy is. Sztálin egy nem nagyon úgy általánosságban, de olykor-olykor tette el szólásokat, azt mondta, hogy a magyar kérdés vagunk kérdés, jól pofán kell ütni a magyarokat, vagy vágni. Molotov, aki Sztálin egyébként egy párben ki is akart nyírni, csak erre már nem volt ideje. Molotov azt mondta, hogy ezek a magyarok, ezek avarok, ezek mocskok. Tehát azért voltak ilyen kérdések a háttérben, és azért azt is látni kell, hogy Sztálin ugyanakkor miért állította le Beneš. Azért, mert tudta jól, egy, amit elmondtam, hogy itt a II. Világháború után vagyunk, azért itt a nácizmus, meg a holokauszt, minden nem lenne jó, hogyha pont ugyanez mások, de leképeződne a keleti blokkon belül, plusz tudta jól, Sztálin, hogy több mint 40 orosz nagyvárosnak van a konkrét bombázási terve Washingtonban elkészítve, nem biztos, hogy ezt nagyon provokálni kellene. Rendben van. De Sztálin ugye 44 májusában deportálja ezeket a szerencsétleneket, és hát már azért tette arról kemény propagandát folytatva, hogy például az üzbégek is utálják őket. Tehát, hogy ezek a legundorító férgek, ezek a krími tatárok, kövekkel dobálták őket az üzbégek, amikor megérkeztek, leköpték őket, volt, hogy merényletet is hajtottak végre ellenük. Egyébként rengeteg krími tatár már a vonat úton is elhalálozott. Ugye nem volt szaniter, nem volt illemhely, nem volt ugye egészségügyi ellátás. Rengeteg gyerek volt közöttük, rengeteg öreg volt közöttük. És mit mondott Sztálin undorító módon, hogy adta elő a propagandát, ezek az emberek önkéntes alapon hagyták el a Krím félszigetet. Hát természetesen ez egy mocskos nagy hazugság volt, és ugye amikor júliusban megkapta Sztálin a jelentés a reportot, hogy kérem megtörtént, de van egy kis, mármint a deportálás, van egy probléma, ott van az Azovi tenger, Ukrajna déli része és a Krím érintkezések között van egy partszakas, onnan nem sikerült ugye deportálni az embereket, mi legyen? Azt mondta Sztálin, hogy tessék ezeket az embereket az Azovi tengerre kivinni egy kis csónakokba, a csónakot el kell süllyeszteni, és nyilván ez meg is történt, azok pedig, akik nem fulladtak meg, már tudtak úszni, vagy valami, azokat gépfegyverrel lelőtték. Úgyhogy innentől kezdve ez a mocskos hazugság, hogy önkéntes módon hagyták el a Krím félszigetet, mondjuk úgy, hogy olyan sok köze nem volt a valósághoz. Ez olyan virágnyelvű megfogalmazás, mint amikor Sztálin azt mondta, hogy a szociális védekezés első foka, lefordítom magyarra, ez a kivégzés. És hát gyakorlatilag a szociális védekezés első fokát alkalmazta Sztálin a szerencsésen krími tatárokkal szemben is, majd utána egy nagyon erőszakos oroszosítás indult meg, és egyszerűen elkezdték a krími tatár, mint olyan a lexikonokból kitörölni, mindenhonnan kitörölni, deszakralizálták a muszlim intézményeket, helyszíneket, és gyakorlatilag így vette kezdetét a 20. század egyik legvéresebb átalakítása a krími területen. Etnikai, kulturális, vallási aspektusból.